Sziasztok, Balázs vagyok, és ez itt a Tarantula Farm. A következő videóban arról lesz szó, melyik a 10 legolcsóbb tarantulafaj az én meglátásom szerint. Persze vannak náluk szebbek, könnyebben kezelhetőbbek, nagyobbak, színesebbek, viszont az áruk miatt szinte kötelező a beszerzésük. Fontos azt is megjegyezni, hogy bár a madárpókok között ők a legolcsóbbak, a tarantula tartás nem mindig olcsó mulatság. Nem csak jövendőbeli kedvenced árát kell számba venned, hanem a hozzátartozó köcöléket is, úgy mint terrárium, ajzat és néhány extra. Ez a videó csak a pókok általános árait fogja lefedni, azok alapján az infók alapján, amiket Magyarországon is elérhető különböző honlapokon találtam. Ezek mellett a számok a kis pókok árait fogják tükrözni, nem pedig a nagyokét, mivel az árak mérettől függően minden fajnál változhatnak. Viszont kezdjünk is bele! Videónk 10. helyezettje a Grammosztola pókripesz. Egy kis pókot ebből a fajból átlagosan 3600-5800 forint közötti áron tudsz beszerezni, ha egy profi tenyésztőnél keresgélsz. A videó elején elfelejtettem említeni, hogy azért kellett kiüljek az erkélyre, mivel ismét felújítgatnak a lépcsőházban, mint azt gondolom hallható. És az erkélyen még egész halkak aránylag, bent sokkal hangosabbak, ráadásul a felső szomszéd is most folytatja a felújítást, úgyhogy minden király. Ezek mellett ráadásul talán az egyik legjobb kezdő madárpókfaj, ugyanis egyszerű a tartása, aránylag nagyra nő, és valami kegyetlen szép tarantula. Csak ajánlani tudom. Kilences. Nandu Chromatus. A Nandu Chromatus egy talaj, illetve opportunista üreglakó újvilági tarantulafaj. Akár 18-19 cm lábfesztávolságúra is megnőhetnek, nemtől függően. A tarantulatartók körében elég elterjedt faj. Ez annak köszönhető, hogy rendkívül könnyű a tartása, illetve nagyon jól viseli a fogságot. A tenyésztők is kedvelik, mivel több száz vagy akár 1000-nél is több petét is rakhatnak. Ennek köszönhetően 2400-3500 forintos áron szinte minden tarantula tenyésztőnél megtalálhatóak. Nyolcas, Acanthus curia geniculata. Az Acanthus curia geniculata egy gyönyörű, robosztus, talajlakó tarantula, valami eszméletlen szép mintázattal a lábain. Könnyű tartani, nagyon jó evő, és nem igényel sok odafigyelést. Már egészen kiskorában is látható a lábain lévő mintázat, ami még vonzóbbá teszi a vásárlást. Arról nem is beszélve, hogy valami eszméletlen gyorsan nő, ugyanis pár év alatt elérheti akár a 15-20 centis lábfesztávolságot is. Az Acanthus curia geniculata kispókok ára átlagosan 1800-2900 forint között mozog. Hetes, Hysterocrates gigas. A Hysterocrates gigas kinézetét, azaz színeit és mintázatait tekintve nem nagy durranás, viszont életmódja és méretei már annál inkább. Méreteit tekintve elérheti akár a 20 cm-es lábfesztávolságot is, ami a madárpókok között már egy elég szép méret. De az életmódja talán még ennél is különlegesebb, ugyanis vannak feljegyzések arról, hogy tud úszni, illetve hogy néha halakat is eszik. Az ő átlagos áruk 1700-2500 forint.
6. Terinopelma sazimai. Terinopelma sazimai egy újvilági talajlakó tarantulafaj, szintén lenyűgöző kinézettel. A színei eszméletlen szépek. A teste teljesen kék, a potrohán lévő szört leszámítva, ami viszont piros. Aránylag nyugodt természetű pókok nagyon jó árral. Akár 1400-2000 forintos áron is beszerezhetőek. Nagyjából fél időnél járunk, viszont mielőtt még tovább haladnánk, szeretnélek megkérni titeket, hogyha tetszik az általam készített tartalom, akkor kérlek dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. 5. Tliltakatl vagans. A Tliltakatl vagans egy nagyszerű kezdő újvilági tarantulafaj, viszont nem árt velük óvatosnak lenni. A legdefenzívebb tarantulák listájára is felkerült nálunk, ugyanis ha megijed, ami azért aránylag gyakran megesik, akkor szinte azonnal elkezdi dobálni a szőrét. Ez viszont ne ijesszen el a tartásuktól, ugyanis gyönyörű pókok. A testük teljesen fekete, a potrohukon lévő szört leszámítva, ami viszont élénk piros. A tenyésztők is nagyon szeretik, mivel szaporításkor akár 5-600 kis pókkal is gazdagodhat gazdája, ami az árukon meg is látszik. Viszont én ezt már idegileg nem bírom. Cigaretta szünet. És most hogyan tovább, uram? Tovább? Megálltunk már? Megálltunk, uram. Helyes. Tartsunk 5 perc szünetet. Remek ötlet, uram. Cigaretta szünet. Átlagosan 1200-2000 forintba kerülnek a Tliltakatl vagans kis pókok. Négyes. Terinoculus murinus. A Terinoculus murinus, más nevén OBT, azaz Orange Baboon Tarantula, vagy Orange Bitey Thing, legalább annyira színes, mint amennyire közkedvelt és elterjedt. Igaz, nincsenek túl nagy igényei a tartással kapcsolatban, viszont egy Terinoculus murinus sok tapasztalatot igényel póktartás terén. Kezdő fajnak semmiképpen nem ajánlom, és kezdő óvilági fajnak is csak akkor, ha elég információval és tapasztalattal rendelkezünk. Viszont előbb-utóbb minden tarantulatartó kollekciójában megtalálható ez a pókfaj. Még vonzóbbá teszi ezt a tarantulát, hogy átlagosan 1200-1800 forintos áron lehet hozzájutni a kis pókokhoz. Elérkeztünk a top 3 pókokhoz, viszont mielőtt még tovább haladnánk, ismételten szeretnék jelezni nektek valamit, mégpedig azt, hogy elindult a hírlevél programunk, amin keresztül e-mailben értesülhettek arról, mikor kerül fel új cikk vagy videó, illetve a közelgő tananyag programról is azon keresztül tudtok majd értesülni. Viszont haladjunk is tovább! 3. Tliltakatl albopilossus. A Tliltakatl albopilossus, régebben Brahipalma albopilossum, talán az egyik legelterjedtebb tarantulafaj a hobbiban, viszont a vásárlásánál felmerülhetnek érdekes dolgok. Kétféle variáció létezik. Az egyik a hobbi albó, a másik pedig a nicaraguai, néha hondurászi göndörszőrű. A Tliltakatl albopilossus tartásával kapcsolatos cikkünkben már beszélgettünk két formula közötti különbségekről, egy dolgot leszámítva, mégpedig az árukat. A hondurászi vagy nicaraguai a fajtiszta példány drágább, mint a hobbi albó. A hobbi albó kis pókokat 1200-1700 forintos áron vesztegetik. Tartásuk szintén nagyon egyszerű és igaz, inkább felnőtt korukban, de kifejezetten impozáns a megjelenésük. Kettes. Psalmopoeus cambridgei. A második helyezettünk a Psalmopoeus cambridgei a maga 900-1600 forintos árával. Sajnos ezzel együtt majdnem ugyanannyira defenzív, mint testvérfaja a Psalmopoeus irminia, aki amúgy szintén kedvező 1200-1800 forintos áron mozog. Ez egy fánlakó, újvilági tarantulafaj. Kegyetlen gyors, gyakran azt mondják teleportál. Gyakran előbb ajánlanak a tenyésztők egy óvilági fajt, mint ezt a madárpókot. Viszont ha már tapasztalt tarantulatartó vagy, akkor valamelyikükből vagy mindkettőből mindenképp szerezve egyet.
végül az első helyezettünk pedig nem más, mint a La Siodora Parahibana. Egyszerűen valami elképesztően olcsón, sőt néha ingyen adják őket. A La Siodora Parahibana egy nagyon közkedvelt tarantulafaj. Mind a tarantulatenyésztők, mind a tarantulatartók körében nagyon elterjedt. Ennek oka az, hogy ő a harmadik vagy negyedik legnagyobbra növő tarantulafaj, illetve az, hogy nagyon gyorsan nő. Akár 2 év alatt is elérheti az ivaréletkort, és akár 15-16 évig is élhet. Mindezek mellett, ha szaporításról van szó, a nőstények akár 1200-3000 petét is lerakhatnak. Ennek köszönhetően 700-1500 forintos áron szoktak túladni rajtuk. Viszont láttam már 300 forintért is kispókot, de nagyon gyakran akár ingyen adnak egyet-kettőt vásárlásod mellé. Ráadásként a La Siodora Parahibana tartása talán a legegyszerűbb, ha tarantulákról van szó. Ha kezdő vagy, akkor csak ajánlani tudom ezt a fajt, ha pedig profi, akkor nagy eséllyel már a te kollekciódban is megtalálható néhány darab. Ezek voltak a legolcsóbb tarantulák az általam talált információk alapján. Azért nem árt körbenézni, mert néha azért érhetnek meglepetések. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!